Kovács Csaba vagyok, a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület vezérigazgatója. Mint itt mögöttem is látszik, most már ugyanez tavalyi poszter, de most már 41 éves az Egyesület, 82-ben alakult. Anno a régi telefóniában meglévő hiátusoknak a kiküszöbölésére, ugye a CB rádiósok kommunikációjának segítésére, illetve az ő érdekképviseletük miatt. Aztán szép lassan ez átalakult, és most már 27 éve foglalkozunk a folyami információs szolgáltatások hazai fejlesztésével és üzemeltetésével. VR rendszereknek a fejlesztése, üzemeltetése a katasztrófavédelem megbízásából, honlap üzemeltetési feladatok ellátása. Tehát ezek a főbb tevékenységek. Nagyon jó együttműködéseink vannak azokkal a szervezetekkel, a hatóságokkal, akik egyébként érdekeltek ezeken a területeken, tehát akár a folyami információs szolgáltatások, hajózás, Magyar Hajózási Országos Szövetség, viharjelzés, ettől kezdve valamennyire a vízimentés, az ottani koordinációt is segítjük kommunikációs eszközökkel, tehát ilyen összetett a feladat, amit ellátunk. A folyami információs szolgáltatások az egy olyan rendszer, jelen pillanatban európai rendszerről beszélünk, mert nem csak uniós tagországok vannak benne, de egyébként ez egy világszinten standardizált történet. Tehát ugyanígy használják az USA-ban, ugyanígy használják Dél-Amerikában, ugyanígy használják Kínában, az oroszoknál, az afrikaiak, ahol olyan jellegű folyó van, ami viszonylag nagy forgalmat bonyolít, mint mondjuk a Duna, Majna, Mississippi, Amazonas, Yangtze, tehát ezeken a folyókon ezt használják. A technológia az ha nagyon össze akarom hasonlítani, valamikor legjobban azt lehet mondani, hogy olyan, mint a légirányítás. Tulajdonképpen ugyanazokat az eszközöket használja, más frekvencián, de úgy egy automata azonosító rendszert, AIS-t használ, hajókra telepítve, ami mindenféle adatot közöl a hajóról. Statikus adatokat, méreteit, merülését, illetve ugye a merülés az nem statikus, hanem mondjuk egy maximum merülési adatot, hogy mennyit merülhet, aztán onnantól kezdve attól függ, hogy mennyire rakodják, de útvonaladatokat, honnan megy, hova megy, mekkora sebességgel, éppen adott pillanatban hol tartózkodik a hajó, milyen irányultsággal, mármint hogy az óra éppen merre néz, tehát ha így akarna menni keresztbe a Dunán, akkor azt hamar föltűnik. Ezeket az adatokat szolgáltatja, ezt egy központ látja itt Magyarországon is, nem csak itt, mindenhol, ahol ki van építve ez a rendszer. Európában ez most már nagyjából a teljes európai hajózó útvonalat érinti, tehát ami összeköttetésben van egymással, közvetíti a központok felé. Ezek a központok adott esetben vagy csak azt figyelik, hogy biztonságos-e a közlekedés, vagy akár forgalomirányítási, Hollandiában ez a jellemző például, ugye ott a csatornákon és a sűrű forgalom miatt forgalomirányítási szempontból figyelik, és adott esetben azt mondják az egyiknek, hogy most te állj, megengedd el ezt, megengedd el azt, vagy addig ne gyere ki a folyóra a torkolatból, mondjuk vagy a zsilipből addig ne gyere ki, amíg azt nem mondjuk, hogy kijöhetsz. Tehát ilyen jellegű. Balesetek kezelésénél, bármilyen olyan eseménynél, ami szükségessé tesz bármilyen beavatkozást. Természetesen ezek a központok szorosan együttműködnek az adott ország hatóságaival, hajózási hatóságaival. Ez csak így működik. Tehát egy ilyen az, ami nálunk is létrejött most már 27 éve, mint említettem, folyamatosan fejlődött, és most egy a teljes magyar Duna szakaszt lefedő rendszerről beszélhetünk. Rádiós szóbeli, tehát élőbeszédes kommunikációt tud megvalósítani a hajókkal, folyamatosan egy térképes rendszeren keresztül követni tudja őket, kiemelt tekintettel mondjuk a veszélyes anyagszállító hajókra, vagy éppen a nagy szállodahajókra, kabinos személyhajókra, ahol ugye egy kicsit érzékenyebbek a dolgok, hogyha éppen mondjuk baleset történik. Tehát mondjuk 230 fővel utazó kabinos személyhajónál valami történik, akkor az elég érzékeny ponton érintheti a közlekedési vezetést, vagy mondjuk tényleg egy veszélyes áruszállító hajóval, amiből naponta közlekedik 2, 3, 4, 5 darab itt a budapesti Duna szakaszon is. Nem feltétlenül örülne neki senki, hogyha valami olyan probléma lenne, amitől aztán veszélyes anyag kerülne a Dunába. Ezeket figyeljük. És ugye ehhez a rendszerhez kapcsolódik az a LoRa hálózat, amit most megvalósítottunk itt a az elmúlt másfél-két évben. Jelen pillanatban a LoRa fejlesztésekről, a folyami információs szolgáltatásokhoz kapcsolódóan LoRa fejlesztésekről fogunk beszélni. Alapvetően onnan indult a történet, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság beszerzett 370 darab bóját, intelligens bóját, amik LoRa eszközökkel valósítják meg azt a kommunikációt, hogy visszajelzést adnak a part felé, a vízügyi igazgatóságok felé, állapotukról, helyükről, elsodródott, nem sodródott, elütötték, nem ütötték, és a többi. És ennek a parti infrastruktúráját mi építettük ki. Ez az, amit megvalósítottunk a Duna mentén. Ez az, amiről itt most szó van, alapvetően MikroTik eszközökkel. Tehát a parti infrastruktúra az teljes mértékig MikroTik eszközökkel valósult meg. A bóják azok más eszközök, amiket a vízügyi főigazgatóság beszerzett. Ez egy más cégnek a gyártmánya. A MikroTikkel már elég régóta, szerintem most már 10 éve dolgozunk együtt, ha mennyire jól emlékszem, itt a kollégákkal való beszélgetésekből. Sőt, már amikor a folyami információs szolgáltatások 2015-ben kezdődött egy nagyobb fejlesztés a rendszerben, amikor azt elkezdtük, már akkor eleve a MikroTik eszközökkel, MikroTikben gondolkodtunk. Több okból kifolyólag, egyrészt az árérték aránya, ahogy tapasztaltuk, nagyon előkelő helyen van, nem mondom, hogy verhetetlen, de mert ezt nem merem ki, én magam nem merem kijelenteni, de nagyon elő van a sorban, amiket mi megnéztünk. Ehhez van szaktudása a kollégáknak, illetve ebben tudtunk olyan képzéseket a kollégák felé, tehát a MikroTik eszközökkel kapcsolatosan tudtunk a kollégák felé olyan képzéseket biztosítani, amelyek aztán hosszú távon lehetőséget adnak nekünk arra, hogy professzionális módon kezeljük és menedzseljük az eszközöket. Ez a LoRa rendszer, tehát amit a Duna menti, azt 2021-ben kezdtük el kiépíteni, és az idei év közepére alakult ki az a helyzet, ami most már megtalálható. Ugye 24 darab bázisállomással, és amennyire jól emlékszem, 370 darab bójával. Ugye a bázisállomásokat, azokat mi tettük le. Ezekben jelen pillanatban még folyik a finom hangolás a rendszernek, úgy néz ki, hogy lesz szükség néhány olyan helyszínre, amit eddig nem terveztünk, de a lefedettségjavítása miatt plusz helyszínekre letenni, tehát mondjuk olyan 24 és 30, vagy 25 és 30 közé tehetjük majd a végső bázisállomás számot a Duna mentén, és akkor ez egy teljes lefedettséget ad a Dunára a bójáknak, és nem csak a bójáknak, hanem reményeink szerint majd más felhasználási célokra is tudjuk ezt a hálózatot használni. Jelen pillanatban említettem, lefedett területünk az a Duna. Terveinkben van a Balaton mellett is egy hasonló hálózat kialakítása. Ugye az előzőben nem beszéltünk arról, hogy bóják, itt viszont nem bójákról van szó, sőt, hát a Dunán sem csak bójákról van szó, hanem kisebb hajókról. Ugye a folyami információs szolgáltatások az egy olyan rendszer, ami a hajók nyomkövetését valósítja meg. A nagy hajókra egész más eszközökkel, professzionális olyan eszközökkel, több ezer euróba kerülő eszközökkel valósul meg, amik nagyon sokféle adatot tudnak a hajóról szolgáltatni. És ezt egy kis hajótól nem várható el, viszont a biztonság szempontjából ez egy fontos dolog, hogy a kis hajó és a nagy hajó is lássa egymást, vagy hát tudjon egymásról, hogy nagyjából hol van. Ez főként a nagy hajó szempontjából érdekes, hogy lássa a kicsit akkor is, amikor egyébként nem látható. És itt az elmúlt évek tapasztalatai, tudása alapján, amit kollégák itt felszettek, és elég jól beleásták magukat ebbe az egész hajózásos történetbe, jött az az ötlet, hogy ha bójákat már megvalósítható, és a bójákat tudjuk figyelni LoRával, akkor esetlegesen, mivel kis energiaigényű, viszonylag olcsók az eszközök, tehát mondjuk egy AIS eszközhöz képest, ami mondom több ezer euró, ahhoz képest ez akár pár száz euróért megoldható, viszonylag nagy hatótávolsággal lehet velük kommunikálni. Miért nem próbálnánk ki, hogy kisebb hajókra, kisebb vízisporteszközökre akár, mondjuk egy szapra, ideiglenesen föltéve, adjon egy olyan jelet, hogy én itt vagyok. Nem kell semmi más, csak hogy én itt vagyok. És ez mentésben, mondjuk egy balatoni vihar esetében, amikor egyébként a vízirendőr semmit nem lát a hullámoktól, főleg nem egy elborult szörföst, vagy egy szapost, akkor kapja a jelet, hogy nekem már pedig oda kell mennem. Tehát egy ilyenfajta tervünk van a Balatonra, és hát mint említettem, a Dunára is a kishajók tekintetében ez egy hosszabb távú fejlesztési lehetőség. Mint említettem, elég régóta dolgozunk MikroTik eszközökkel. LoRával kapcsolatosan is csináltunk már kísérleteket, tehát voltak alapfeltevéseink a dologra, hogy is fog működni. Úgyhogy viszonylag jól sikerült megtervezni a rendszert. Azt látjuk, hogy a lefedettséget ezt nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Valamennyire számítottunk rá, ugye a Duna nem egy homogén felület, hanem, illetve homogén, csak éppen nem statikusan egy szinten áll, hanem van, amikor egy kicsit lejjebb, van, amikor egy kicsit följebb van. És ez befolyásolja a másik oldal, tehát a jeladók oldaláról a láthatóságot vagy elérhetőséget. Kicsit újra kellett terveznünk a lefedettségi oldalt. Összességében jók a tapasztalatok. Reméljük, hogy ha minden olyan lukat sikerül lefednünk, amit most látunk, akkor ténylegesen elmondhatjuk, hogy teljes lefedettséget tudtunk adni ezeknek a bójáknak, és nem csak ezeknek, hanem majd későbbiekben a kishajóknak is. Amennyire én tudom, itt a kollégáktól meghibásodásról vagy műszaki problémáról nem nagyon tudunk beszélni. És ezt nem csak a gateway-ekre gondolva mondom, hanem ugye routereket, routerboardokat, egy csomó mindent használunk, ami ami MikroTik, és gyorsan lekopogom, egyelőre nem nagyon tapasztaltuk. Tehát olyan nagy meghibásodásról nem kaptam tájékoztatást a kollégáktól. Reméljük, hogy hosszabb távon is az fog kiderülni, hogy ez rendesen működik. Ugye ehhez mind a két oldalnak jó kell teljesítenie, tehát nem elég, ha jók a gateway-k, hogyha a másik oldallal probléma van, és vice versa. Tehát kell, hogy jól együttműködjön a két rendszer. Én bízom benne, hogy amik még vannak problémák, és ezek nem feltétlenül műszaki jellegűek, hanem inkább a két eszköznek, a rendszernek az egy szintre hozása, ezeket meg tudja oldani, és akkor egy vagy két év múlva már azt tudjuk mondani, hogy ez egy teljesen professzionálisan működő történet, és mondjuk a vízügy is meg tudja erősíteni, hogy ők mindennel meg vannak elégedve. Mi ezért dolgozunk, hogy ez így legyen.